Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, amit a célból tartunk, mivel szeretne a Mi Hazánk Mozgalom reagálni dr. Nagy István, agrárminiszter jelölt bizottság előtti meghallgatására. A bizottság előtt elmondtam a Mi Hazánk Mozgalom alelnökeként, a mezőgazdasági kabinetünk elnökeként és a mezőgazdasági bizottság tagjaként, hogy a Mi Hazánk Mozgalom mit is tart legfőbb problémának. A jövő, úgy gondoljuk, legfőbb problémája az nem az építőipar lesz, az nem a gazdaság növekedése lesz, hanem az egészséges és minőségi élelmiszer ellátás. És hát mi egy agrár nagyhatalom lehetnénk, még megcsonkított területünk nagyságának vagy kicsinségének sajnos ellenére is, mégis azt vesszük észre, hogy alapvető élelmiszerekből is hiányt szenvedünk, és külföldi behozatalra szorulunk, mi ennek szeretnénk véget vetni, és örültem neki, hogy miniszter úr a jövőre megfogalmazott terveivel ugyanezt tette le az asztalra, ugyanezt egyértelműsítette. Erre én hozzáfűztem, hogy sajnálatos, hogy a választások előtt sem a kormányzati oldalról, sem pedig az összeállt balliberális oldalról nem láthattunk, nem hallhattunk ilyen kampány és programtervezetet, hiszen egészen egyszerűen nem volt, ugyanis egyetlen egy pártnak volt ilyen programja, ennek Virradat program volt a neve, és az nem más volt, mint a Mi Hazánk Mozgalom. Jó magam voltam az, aki a mezőgazdasági részt papírra fektettem, és azokat a gondolatokat, amiket most miniszterjelölt úr szájából hallhatunk, mi ezeket már egy éve megfogalmaztuk, és azt szeretnénk, hogyha a nagy mezőgazdasági termelők helyett a családi gazdaságokra fókuszálna rá az Agrárminisztérium. Azt szeretnénk, hogyha az olyan kihívásokat például, mint az elsivatagosodás, vagy az öntözéses földművelés kérdése a jövőben zászlóra tűzne az Agrárminisztérium, és megpróbálnánk hazánk termő területeit megmenteni, az itt élőket pedig egészséges élelmiszerrel ellátni. Azt gondoljuk, hogy ezt az akadályt rengeteg nemzet és rengeteg ország nem fogja tudni kellőképpen megoldani, hiszen a lehetőségeik nincsenek meg. Nekünk viszont ezzel szemben minden lehetőségünk megvan arra, hogy minden honfitársunkat egészséges és minőségi élelmiszerrel lássunk el. Éppen ezért ez a magyar agrár szektor teljes átalakítását kívánja meg. Ezeket az új kihívásokat, ezeket természetesen meg kell tudnunk ugrani, és ezekre olyan módon kell tudnunk válaszolni, hogy semmilyen fennakadást ne eredményezzen ez a későbbiekben, és ne legyen éhínség, mint sok más országban lesz sajnos a jövőt tekintve.